Hivatalosan utolsó előadásunkat Koltai Tamás fogja tartani, aki szintén a KSH-nál kezdte, azonban ő a világot megjárta Párizsban, Stockholmban, UNESCO-nál, Dublinban egyaránt dolgozott. Ahogy ő írta, az egykori szocialista mákvilágságot a vadkapitalista dísztökséggel sikerült felváltania. Előadást a gírgépről fog tartani és alkalmazásairól. Ebben az előadásban valószínűleg a metrológiáról úgy nagyjából és igazából nem lesz szó. Egyébként megtanultam, hogy a gírnek a neve az a valamilyen geodéziai intézetnek a nevéből származik, ezt eddig nem tudtam. Ugye a történet az 65-től 67-ig tart, de hát azért előzménye volt. 1958-ban építették meg a Regnecentrálenben ezt a Dusk nevezetű gépet, amelyik közvetlenül elődének tekinthető, mármint a gírnek, amiből 1962-ben valakinek a visszaemlékezéseiben olvastam, már 18 darab volt. Én 1965-től tudtam nyomon követni egy emlékeimben a gír történetét. Tudom, hogy a tavaszi BMW-n akkor bemutatták, én nem voltam ott. Az egyik fő felhasználója akkor a gírnek, ott a BMW csarnokban egy Simonyi Karcsi nevezetű 17 éves fiú volt. Ugyancsak hírből hallottam azt, hogy a 1965-ben lett a SGAV-ból szűv, viszont már ott voltam a Ludovikán, amikor a szűvben a gírt szerelték, és ha emlékeim nem csalnak, akkor 1965 vége felé már működött. A gírrel kapcsolatban beszélni se lehet, hogyha az ember nem említi meg az algolt. Én azt hiszem, hogy a gír bizonyos vonatkozásban egy kis fekete folt volt a sok nagyjából egyforma számítógép között, és ezt az algolnak köszönheti, pontosabban annak a két embernek, akinek a képeit látszik. Az egyik a Nils Ivar Bech nevezetű úr volt, aki fölül van, aki szintén valakinek a visszaemlékezései szerint 62. áprilisában indította el ezt a projektet. A Bech urat sokan ismerhetik Magyarországon, többször járt itt, és itt is nagyon kedvelték. Egyrészt azért, mert sok embert vitt ki Dániába tanfolyamra, másrészt pedig azért, mert egy nagyon szép vitorlása volt. Az érdekessége a dolognak az, hogy a revised report, ugye az algol 60 revised report, az 62 áprilisában jelent meg, tehát ő hamarabb megindította ezt, mint ahogy tulajdonképpen az, amit algol nyelvként kezelünk ma, hát ha úgy tetszik, megszületett. Ide írtam a Bacchus narformot, érdekes módon ez egyszer már a táblán volt ma, de azt gondoltam, hogy ezt nem lehet nem ideírni, nem tudtam, hogy meg fog jelenni másnak az előadásában is. Én be is mutatom, hogyha valaki esetleg nem látta, mert később azért nagyon sok olyan környezet volt, például az ICL környezetben sem lehetett ezzel a jelölésrendszerrel találkozni. A Bech alatti, Bech egyébként ma is elismert figura Dániában, meghalt korán, 55 éves korában, de nem csak a számítástechnika atyának tekintik Dániában, hanem a menedzserek minta képének is. Próbálkozott különben azzal, hogy a skandináv országok számítástechnikájából valamilyen egységes vállalatot hozzon létre, de ez nem sikerült neki, és bánatában belehalt, azt hiszem 75-ben. Hogy a Peter Narr festménye miért jelent itt meg, azt a szintén már emlegetett Bacchus egyik írása miatt tettem ide, aki is azt mondta, hogy az algol 60-nak tulajdonképpen az atya,
ha úgy tetszik, a Peter Nar volt, és aki 59-ben csatlakozott a Regne Centralenhez, és tulajdonképpen akkor kezdték el azt a gépet építeni, amelyik a Gír lett. A Gír, azt hiszem, hogy valamikor a 60-as évek vége felé lehetett a fénykorában. Itt van egy ilyen szórólap, amit osztogattak, biztos nem lehet elolvasni. Ha valakit nagyon érdekel, akkor megtalálja majd azokon a linkeken, amiket az előadás végén megmutatok. Én itt kiemeltem azt, amit érdekesnek találtam. Négy helyen volt a Gírnek Európában akkor terjesztője, disztribútora, és ami a hardverét illeti, hát ugye a 29-től 287 mikroszekundum utasításonként egy-egy utasításnak a végrehajtása, én csak úgy aláírtam, megnéztem azt, hogy nagyságrendben ez olyan, ha 100-200 mikroszekundum körül gondolkodunk átlagosan egy-egy utasításban, ez olyan 4-5 nagyságrenddel kisebb, mint a mostaniak. Ez körülbelül 20 ezer körüli műveletet jelent. Az algol azért elválaszthatatlan a Gírtől, vagy a Gír az algoltól, mert a hardware tervezésében is szempont volt az, hogy egy algol compileren kell majd ezen a gépen az alkalmazásokat írni. Én néhány dolgot ide fölírtam, amiről úgy gondolom, hogy érdekes volt az utasítás rendszerében. Hát ennek is utána lehet az interneten nézni, ha valaki tényleg érdekel. Hogy a szűvben milyen konfiguráció volt, azt hiszem kár felsorolni. Egyetlen egy dolog van, amire nem tudtam visszaemlékezni. Egyébként abban az időben ezek mind nagyon modern egységeknek számítottak. Az RC2000-es lyukszalagolvasó az világrekorder volt, a civil életben ennél gyorsabb lyukszalagolvasó nem volt, és nem emlékszem arra, hogy milyen printerünk volt a szűvben annak idején, talán valamelyik kollega majd meg fogja tudni mondani, akkor a kérdőjelek helyett beírom, és csak rémlik, hogy egy HP plotter működött, nem vagyok benne egészen biztos, hogy nem Zuse volt-e. Az RC3000-es konverter egy külön állat, az nem a Gírhez tartozott, egy teljesen önálló egység volt, egy speciális számítógép tulajdonképpen, aminek tetszőleges bemenete és elvileg tetszőleges kimenete volt. Gyakorlatilag egy lyukszalag olvasó és egy mágnesszalag volt a szűvben. Nem sikerült sajnos jobb képet találnom a szűv gépterméről, ezt valahonnan egy cikkből másoltam ki, 1966-os, és azt hiszem, hogy egy eleme, nem, két eleme van, amiről talán érdemes beszélni, ezekről a szekrényekről, amire szintén egy visszaemlékező olyasmit mondott, hogy a dán bútoriparnak akkortájt alkotott modern bútoraihoz hasonlított. Tényleg nagyon elegáns volt, hogyha összehasonlítják azokkal, amiket itt a többi géptípusnál most láttunk. És itt próbálom az egérrel mutatni ezt a kis fényes tányért, ami tényleg talán az egyik legfontosabb eleme volt ennek a gépteremnek, azzal lehetett a lyukszalagokat feltekerni. A lyukszalag olvasó egyébként az itt ebben az állapotban nem a legpotensebb módon látszik. Ha 2000-es sebességgel olvasott, akkor sokkal messzebb repült a lyukszalag, mint ahogy ez a kép mutatja. Természetesen a maximális sebességhez valamilyen egyszerű program kellett. A Gírhez nem adtak sok, ha úgy tetszik, támogatás szoftverice. Volt neki egy HELP nevezetű segédprogramja, olyan funkciók voltak például, mint a copy, vagy az editor. Ide leírtam egy sorba, hogy hogy kellett editálni. A hashmarkok helyett aláhúzott pontokat kellett egyébként írni, és úgy működött, hogy az első stringnél
állt meg, tehát az azonosította a javításnak a kezdőhelyét, beszúrta azt, amit az első, amit a második stringben volt, és kihagyta addig, ameddig a harmadik stringet megtalálta. A Windowsnak az őse egyébként valamikor akkor kezdődhetett, amikor a Simonyi Karcsi elkezdett azon dolgozni, hogy ehelyett a soros editor helyett valamilyen nagyobb egységben, ő egy labban gondolkodott, lehessen mozogni és abban javítani. Hozzátartozott a gírhez a Slip nevezetű, lényegében ma Assemblernek mondhatnánk, fölírtam egy kis részletet benne. A legkevésbé az volt benne érdekes, hogy mnemonikusan utasításokat lehetett írni. Az igazi lényege az volt, hogy változói voltak, és ezekkel a változókkal magának ennek az input programnak a tulajdonságaként lehetett nagyon sok mindent megoldani. Kevesen programoztak egyébként a Swiftben, Slipben. Tartozott ugye végül is az igazi szoftvere a Gearnek az Algol Compiler volt, kiegészítve egy subroutine csomaggal, amivel nagyon alapvető matematikai subroutinok voltak. Azt hiszem, hogy 65-től 67-ig az Algol 3 verzióját értük meg. Ha még emlékeznek itt a tisztelt kollégák, látok néhányat, saját fejlesztésben két dolgot csináltunk a Swiftben. Az egyiket úgy hívták, hogy Puma, ami arra azt a célt szolgálta, hogy a mágnesszallagok akkor is valamilyen módon azonosíthatók legyenek, hogyha kihullott belőlük már a tartójukba, a dobozukba beletett kis cetli. A másik pedig a plotternak az algolba való használatát jelentette. Ugyanazokat az output függvényeket lehetett használni ezzel a szoftverrel a plotterrel kapcsolatban, mint a printerrel kapcsolatban. Leírtam néhány ügyfelet, akikre emlékszem, hiszen a gír az úgy működött, hogy gépidőt lehetett, az egyik fajta működési módja az volt, hogy gépidőt lehetett rajta bérelni, be lehetett ülni a gépterembe, adtak egy laboránst, aki hajlandó volt mondjuk éjszaka az embernek kávét főzni, vagy a szendvicset megkenni, és nagyon sokan jártak úgy a gírre dolgozni, hogy a munkának ezt a fajtáját választották. Monogramokat írtam ide, nem akartam neveket írni. Nyilván sokkal több felhasználónk volt, én őrájuk emlékszem. Ezek között, a felhasználók között volt a Meteorológiai Intézet is, ők nem gépidőt béreltek, hanem lényegében egy személyben engem. Ez a képernyő azért készült, és azért a Tóth Géza nevével kezdődik, mert a Tóth Géza bácsi volt az, aki 1965-ben, amikor az egyetemet elvégeztem, és nem fogadtam el azt a munkahelyet, amit kijelöltek nekem, akkor odavitt a Swiftbe, ahol ő akkor ilyen géptermi főnök féle lehetett, még akkor nem volt, azt hiszem, a Gír gépterem kész. A Tóth Géza bácsi a fényképen az álló ember, egyébként ő geofizikus volt, és ezen a képen éppen a valamilyen geofizikai díjat vett át, és azt köszönte meg. A három név a Meteorológiai Intézettől azok, akik részt vettek ebben a munkában. A Celnai Rudolf később a Meteorológiai Intézet, vagy lehet, hogy akkor már szolgálat volt, elnöke lett. A Miheller István volt az, aki effektíve és ténylegesen ott egy adatfeldolgozás jellegű társaságot vezetett. A Varga Miklós pedig a légköri szondáknak a osztályának a vezetője volt. Amikor a Meteorológiai Intézet a Swift ügyfele lett, azaz a Tóth Géza bácsi elvitt engem és bemutatott a Celnai Rudolfnak, és elmondta a Celnai Rudolf, akiből egyébként nemzetközi hírű, a WMO-ban is magas pozíciót betöltő akadémikus lett, akkor azt a feladatot kaptunk, hogy itt van körülbelül 100 doboz lyukkártya, ugye egy doboz lyukkártyába 2000 lyukkártya fért vele,
és hát ezzel mindenfajta dolgokat kellene csinálni. 12 tudományos kutató vár arra, hogy itt eredmények legyenek, és azokat az eredményeket majd értékeljék. Hát ebben az igazi kihívás a 100 doboz lyukkártya volt, hiszen a gének nem volt lyukkártya bemenete, és hát ugye azzal kellett kezdeni, hogy valamit ezügyben csináljunk. Ha valakit érdekel a dolog, akkor ezt, hogy mi történt ezügyben, el lehet olvasni az Információ Elektronika legelső számában, 1966 első szám, ekkor jelent meg az Információ Elektronika a piacon. Itt kimásoltam a cikknek a címét, és le lehet, tehát abban a dékán Pali, aki sajnos azóta már meghalt, mérnök volt, összekapcsolta egy Univac 1004-et, ami az én emlékeim szerint nem belső programozású gép volt, hanem külső, tehát kapcsolótáblás, azt összekapcsolta az RC3000-rel, és megfelelő programot írt ahhoz, hogy a lyukkártyákat beolvassuk, és az RC3000-en keresztül mágnesszalagra írjuk. Emlékeim szerint három éjszaka zajlott ez, ugye az 1004-esnek 300 kártya pro perces kártya bevitele volt. Ami a Metrika Intézet projektjeit illeti, én nagyjából ezekre emlékszem, most, amikor az előadást elvállaltam, akkor elmentem a Metrika Intézetbe, és megpróbáltam utána nézni, régi kiadványokban nyomokat találtam. Elsősorban rettentő sok nagy mennyiségben készítettünk mindenfajta statisztikai táblákat, amiket ma hallanak a rádióban, vagy a televízióban, hogy augusztus 23-án a legmelegebb nap az 1938-ban volt, és 40,6, az ebből a feldolgozásból került azután a Metrika Intézetbe, hiszen a mágnesszalag később a TPA gépükön már olvasható volt. Tehát ez egy olyan projekt volt, ami gyakorlatilag 2 évig folyamatosan zajlott, mert mindig újabb és újabb dolgokat kértek. Volt egy olyan projekt, amelyik arra azt a cél szolgálta, és lényegében ez használta ki a Géralgolnak az adottságait, hiszen a statisztikai táblákat talán nagy-nagy küszködéssel és évek munkájával elő lehetett volna tabulátorokon is állítani, de ezt a munkát ezt nem lehetett volna elvégezni. Mindenfajta matematikai módszerrel próbálták megoldani azokat a kérdéseket, amik a számukra fontos volt. Ugye a becslések, hogy két állomás között el kellett dönteni, két meteorológiai mérőállomás között néha el kellett dönteni, mondjuk, hogy lehetette a szél ekkora vagy akkora, mert a biztosítótársaság erre kíváncsi volt. A homogenizálás pedig azt jelentette, hogy a különböző műszerek másként mértek, tehát egyáltalán nem volt egy lényegtelen kérdés az, hogy a sok különböző műszerből jött adatot, azt valamilyen matematikai módszerrel hát egységessé tegyék, és az állomásségnek az optimalizálása az pedig egy abszolút gazdasági kérdés volt, és egyébként ezeknek a feldolgozásoknak a nyomán, ha jól emlékszem, arra jól emlékszem, hogy 918 meteorológiai csapadékmérő állomás volt Magyarországon, amikor elkezdtük ezt a munkát, és ez azt hiszem, hogy ennek a hatására lement néhány százra, talán 200 alatt. Függetlenül a 200 ezer kártyától a szondák méréseit is itt dolgoztuk fel a SZÜV-ben. Ugye a szondákat azt hiszem naponta 3-szor engedték fel, rádión adták le a mért adatokat. A rádió vevők azok 5 csatornás teletex szalagokat készítettek, és ezek jöttek át teletexten a SZÜV-ben, ahol feldolgoztuk őket. Nem tudom, hogy mennyi látszik ebből. Én erre az egy dologra vagyok büszke ezekből az időkből. Ha ki lehet venni, akkor ez egy Magyarország térkép akar lenni. Sajnos nem tudtam ennél jobb minőségű képet előállítani. Jobb alsó sarokban külön ott van Budapest. És mindezt csináltuk azon a már nem emlékez, már az emlékezetemből kieső printeren, amelyiknek 160 karakter pozíciója volt, és a legsűrűbb azt hiszem 72 sor volt, amin ezt nyomtatni lehetett.
Annalex volt. Mindjárt ki fogom javítani, köszönöm szépen. Majdnem az eszembe jutott, de nem. Elköszönök az előadással, egy dologgal a gír is elköszön most önöktől. Köszönöm szépen a figyelmüket. Hát ezt a végtelenség lehetne hallgatni. Köszönöm szépen. Lelőni a gírt is nehéz volt. Köszönöm. Egy dologról elfeledkeztem, egy rendkívül fontos dologról, nevezetesen arról, hogy nem egy gír volt Magyarországon, hanem kettő. A vegytervben, és mivel itt van a vegyterv rész. Mert hogy? Két gír egyesült. Minden esetre, hogy a vegyterv gírjéről is halljunk valamit, ezért megkértük Pompéri Bélát, hogy beszéljen egy pár szót.